Mai Design Centerem vendége egy pazar fickó, Balla Tamás kreatív fotós. Isten hozott! Tehát az első kép az a bárányok hallgatnak. És azok a bárányok ott karfiol formájában, ne talán mi vagyunk a nép, a lakóság. Igen, igen. A... És mögötte ki lehet az a szemüveges, paradicsomos? Már nincs ott az. Már nincs ott, és elégedjünk meg ebben, nézzük tovább. A szökés. Akciós lenne. Mi a címe ennek? Mi van a képen, gyerekek? Anyák napja! Erről van szó, gyerekek! A további képeket interaktív formában fogjuk kihüvelyezni. Jó? Ismét visszatérünk. A politika... Én úgy érzem, mindenki mindent ért. A címét talán. Ennyi. Kordonka verseny. Ez egy csúszda, vagy Die Hard. Hát gyertya, illetve gyújtó gyertya. De mégis mi munkált benned? Vagy hogyan jutott ez eszedbe? Meglátok egy képet, vagy csak egyszerűen van egy szójáték, vagy egy elképzelés, azt este megálmodom, miből fogom kifaragni, megalkotni, és akkor igyekszem ezt valami groteszt, humoros formában belevinni. Jó, hogy van egy ilyen. Mi ez? Lekvá! Ízlik! Úgy van! Következőt azt ki kell találni, nagyon egyszerű lesz, gyerekek! Így van. Szinte kórusba zúgja a tömeg. A következő ebből a képből lett a káposztalepke, tehát egy káposzta két képet hozott. Egyetlen egy káposzta fejjel két mű? Így van. Oh man! Oh man! Kis ház a Prézlin. Hát ez egy hülyeség. Ez az. Elhagyta a házát a csirke. Mert nem tudta fizetni a svájci frad alapú kölcsön. Agykontroll dióhéjban. Ez nagyon szemét. Krumpli! Úgy van! Következő az egyszerű lesz. Liszt Ferenc. Finom nézve. A háttér nem még elég fontos. Több mint 30 éves gyúródeszka. Otthon egyik felét anyám használja. Másikat a nagyanyád? Nem, a másik felét én. Ja úgy? Fotózáshoz. Igen. Hát ez egyszerűen csak az én csokim. Ez neked nem mi? Hát csak az Edward meg ezek. Érted, csoki. Voltál már Angliába? Hideg volt mindig. Télen-nyáron hideg van, apám. A legnehezebb a fizetett szobába pokrocot megtalálni, mert az eldugja az öreg asszony. Egy lemezlovas. Egy dinnyéből kivágtam ezt a figurát, mely egy cselászló. Hát azt nem mondom, a cselászló hatására, de hogy ez így a cselászló lenne, azt azért nem mondanám. Két színhatói édesvízi sport, hazai színekben, úgyis benne van a három szín. Ez elemi ösztön. Ez kike, gránátalma. Igen. Egy régi poénra megyünk vissza. Kevés, mint mackosajtban a brummogás? Hát erre szól vissza. Vagy kinyallak, mint a mézes bödönt? Erre... Ne szóljál be, hisz benned sincs több. Ne szóljál be? Így van. Mondja a kis maci sajt? Így van. A nagy maci. Brumi méznek? Hát mert benne sincs több brummogás. Nem, hát ehhez már... Tehát ennek a kihüvelyezéséhez már olyan kulturális háttér kell, amelyet nyugodtan mernék enciklopédikusnak nevezni. Oh!
ugye ilyen hangot adna, ha élne. Egy félelmemet fejezni. Érted, értem én a viccet, érted, parafa, hogy a fa parázik, érted? Tehát azért csinál légy, csávó, érted? Nem csak egy szimpla parafa ez, érted, agyilag, mert az meg lenne, hanem ez ilyen parázik. Tudjuk a címét? Szabadítsatok. Igen! Civilit. Hát bravo, egy nagy tár, én erre nem gondoltam. Az a címe, hogy szabadítsátok ki Willit. Szakadj már le anyádról. Mondd, és a prézdét önállóan szerzed be, vagy anyádét bugázod? Konkrétan van saját. Rá van írva? Fotós prézli. Hát szakács tanulat nem vennélek fel, szóval. A tojás dead. Most szerintem jó vicces. Vadalma. Itt megint a saját. Ugye? Ezt nem lehet annyira kitalálni, de mire készül a citrom? Hát elég. Öngyilkosságra, harakirére úgy van, hogy saját magát kifacsarja. Ez a egy végső elkeseredés. Egy végső elkeseredés. Amikor ráhajol. Hát itt vagyunk most. Abban a szerencsés helyzetben vagyunk, ugye Tamás, hogy számos úgynevezett verk videódból, amelyik megmutatja, hogy melyik dolog hogyan készül, egyet megmutathatunk. Megmutathatunk? Hogyne? Hát azért. Nézzük. Egy törött darab, aminek nincs meg a másik darabja, abban én teszek egy csapolást. Hopszi. Hopszi. Itt anyai segítség volt megint. Megint anyát sütja rántottál. Anyádnak azért veszed virágot, vagy beszélgetsz vele, vagy a legszemetebb módon csak kihasználod, hogy neked hemendex süssön, meg nem tudom micsoda? És majdnem elmondtad a címét. Ja, hát az látszik! Na kérem, de akkor mondjuk el a címet pontosan, ugye Hand and X. Egyet közben megsírózok, az gáz. Be, nyugodtan. Jó. A főzésben is ez a jó, hogy lehet közben enni. Nem? Készen van már f***omat érdekli. Csinálj elefántot. Köszi. Az megvan, ugye, amikor a gőzfürdőben a bővészt frocizzák. Na, itt vagyok a gőzfürdőben, most csináljál valamit, most nincs kabát, amit te lehet rakni. Galambokkal meg bekészíteni a preparátumokat, de nem. Na jó, azt mondja a bővész, hajolj le. Érzed, hogy az ujjam a seggedben van? Igen, pedig itt van mind a kettő. Ennek a képnek az a címe, hogy szabadon. Ezt én nem értem. Hát, egy pillangót kiszabadítottam az almából. Köszönjük szépen, egy fantasztikus kirándulásra vittél bennünket, további munkasikereket, székedet leviszem. Ennyi volt.